Az újvidéki Dunaparton Horváth Ákos atya melegít a futáshoz. Mindennapjai része a sport a szabadban és az edzőteremben is. Horváth Ákos elhivatott egyházi személy, aki aktívan sportol és folyamatosan képzi magát. Személyes példájából sokan merítenek önbizalmat és hitet. A nemzeti sokszínűségéről ismert Újvidéken szolgál, ahol emberként és papként is megtalálta a helyét. Itt Újvidéken egy picit talán szerencsésebb helyzetben vagyok, mert egy nagy multikulturális városról van szó, nem ismernek. Sokkal könnyebben tudok kimenni a Dunapartra futni, mert nem fognak rám köszönni dicsértessékkel, de a március óta vagyok itt, és most novemberben vagyunk, már így is volt, aki rám köszönt a Dunaparton, és meg is lepődtem, hogy te jó ég, valaki megismert a Dunaparton, de én büszkén vállalom azt, hogy én odafigyelek arra, hogy épp testben épp lélek legyen, és ne csak épp, hogy éljek. Ákos atya Esztergomban tanult, de végig tudta, hogy vissza fog térni Délvidékre. Mondtam, hogy én bácskai pap leszek, szabadkai egyházmegyés pap, és mivel a Vajdaságban nincs katolikus papképzés, ezért kell külföldön képződnem az anyaországban, de én fontosnak tartottam azt, hogy azokat az értékeket, amiket az anyaországban megkaptam, amiket megtanultam, megtapasztaltam, azokat hazahozzam az embereknek. Mindig olyan emberek vették körül, akik támogatták, akármilyen utat is választ magának. Ő egy hatalmas szívvel rendelkező, nagyon jó ember. Visszagondolva rá, még gyerekkorában itt volt, tudom, hogy nagyon sokat szavalt, nagyon szeretett odafigyelni a szép kifejezőkészségre, és utána az volt az álma, hogy gyógyszerészettel fog foglalkozni, és ő középiskolában először gyógyszerészetre is indult, egy zentára. És körülbelül második osztályos lehetett, amikor így egyszer ott voltunk náluk, és így jött a nagy bejelentés részéről, de lehet, hogy már első osztály végén, hogy ő szakmát fog váltani, idézőjelben mondom a szakmát, és hogy ő egy nagyon hatalmas elhatározást hozott, és hogy egész életében érezte, hogy valami hiányzik az életéből, és hogy úgy döntött, hogy be fogja írni Szabadkán a Paulinumot. Újvidéken ma már szórványban élnek a magyarok. Ákos atya elkötelezett abban, hogy a magyar hívek számára különleges és mély kapcsolatokra épülő közösséget tartson életben. Itt Újvidéken egy nagyon kis magyar közösségünk van, már ha szabad, már talán azt mondhatnám, hogy egy szórvány közösségünk, de éppen ezért nagyon nagy felelősségünk van nekünk, katolikus papoknak, de ugyanúgy a kultúrával foglalkozó személyeknek is, hogy ezt a megmaradni szerető embert meg tudjuk tartani, ezt a kis közösséget valahogyan össze tudjuk kapcsolni, valahogyan fel tudjuk emelni, hogy programokat tudjunk nekik nyújtani, hogy meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi az, hogy közösség. A fiatal pap mindenkit személyesen szólít meg, mindenki számára van mondani valója. Felnőtteknek is tart hitoktatást, és három nyelven, horvátul, angolul és természetesen magyarul is misézik. Ő a mi hangunkon szólal meg, és a papi feladatai mellett ugye mentál higiéniával is foglalkozik, amely nagyon érdekes kombinációt alkot, ugyanis egyben hozza azt a spirituális szerepet, valamint hozza a szakértői szerepet, és nagyon érdekesen ötvözi ezt a kettőt. Tehát például olyan gyakorlatokat is végeztünk a hittanon, amelyet ő a mentálhigiéniás szakból emelt át. Gondolkodásának fókuszában a személyes kapcsolatok állnak, ugyanakkor az interneten történő kommunikációt és a közösségi oldalakat is használja munkája során. Úgy érzem, hogy ezzel is egyfajta kaput nyitok meg a ma embere felé, hogy még egy felület, ahol a pappal tud beszélgetni. Érdekes tapasztalatom volt, mikor először jegyezte meg nekem valaki, hogy rám írt Messengeren, hogy dicsérdessék a Jézus Krisztus, XY vagyok, ez és emiatt és emiatt keresem meg. És utána ilyen egy következő üzenetben azt mondja, annyira furcsa, hogy most én Messengeren a papnak írok. De valahogy ez már manapság teljesen természetes. Horváth Ákosról portréfilm is készült, melyből a nézők az atya életét és hétköznapjait ismerhetik meg. A katolikus pap élete és hivatása egyaránt a közvetlenségre épül. Hisz abban, hogy az emberi kapcsolatoknak nincsenek határai, és mindenkit szeretettel fogad. Ezen értékrend mentén szolgálja Újvidéken a magyar keresztény közösséget.